Kad netko pretražuje muzejski popis izložbi, često odabere izložbu koja mu je simpatična po naslovu. To je bio slučaj i kod zastupnika Hrvatske narodnosne samouprave trećeg okruga, kojima je interes pobudila izložba kojim je predstavljena umjetnička obitelj Ban Lazecki. Zašto? Obiteljsko prezime naginjalo je hrvatskom prezimenu, pa su tako tražili i našli hrvatsku poveznicu. Tulajdonképpen a önkormányzatunk egyik tagja, Nincsevics Klára, járt itt a múzeumban, és ő fedezte fel, hogy Zsuzsics Bán István, és akkor utána nézett, hogy ez a Zsuzsics, ez olyan jól, nagyon horvátosan csengő név, és ebből derült ki, hogy ő igenis egy mohácsi, sokat származású művész, aki itt Óbudán élt, és mivel egy óbudai művész családnak az életét mutatja be ez a kiállítás, ezért igen jelentős részt foglal az ő művészete is, hiszen a tárlatnak több mint a felét az ő goblenjei, falikárpittyai díszítik. Sav izloženi materijal je vlasništvo muzeja Staroga Budima i javne zbirke muzeja primijenjene umjetnosti, te imaju materijale iz privatne kolekcije. Najmonumentalniji izložak je goblen veličine 16 kvadratnih metara koji prikazuje ophod Busha u Mohaču. Napravljen je za veliku svjetsku izložbu 1958. godine u Briselu kao ukras mađarskog paviljona. Kakvi su vam dojmovi, kako vam se sviđala ova današnja? Jako je bilo zanimljivo i doznali smo puno važnih informacija. Zastupnicima Hrvatske samouprave Staroga Budima od utemeljenja samouprave cilj je čuvanje kulture Hrvata u Mađarskoj i zato su se odlučili na organiziranje brojnih edukativnih programa. Prvotni cilj nam je upoznavanje povijesti Hrvata, kulturu Hrvata želimo upoznati i ne samo mi, nego da upoznamo i našim prijateljima iz okruga. Naravno, njegovanje kulture je jedan od prvotnih ciljeva. Hrvatska samouprava Staroga Budima prihvatila je i plan rada za 2021. godinu na tragu planova iz prošle godine. Zanimalo nas je kakve su bile povratne informacije glede ostvarenih edukativnih programa. Ez inkább a leginkább abból mérhető le, hogy hányan jönnek el a programjainkra. Hát az eddigi programjainkról elmondható, hogy a 30-40 fő mindig eljött, és ezt úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó arány, mert hogy nyitottak vagyunk, kinyitottuk ma, nem csak Óbudán hívunk meg embereket, hanem meghívjuk a horvátság többi olyan személyiségét is, akikről tudomásunk van, akiknek ismerjük az elérhetőségeit. Među daljnjim planovima je ostvariti ono što nisu mogli u 2020. godini, a tijekom ljeta žele posjetiti krajeve gdje žive gradišćanski Hrvati u Mađarskoj, dok u jesen planiraju studijsko putovanje u matičnu domovinu.